Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Panzerkor második részének folytatása. A Grand kampányunk történelmi változatával. Lássuk egyenlőre, mit kapunk. Szegény gyalogok. Valahogy a tankot nem akarta megütni. Nem is tudom miért. Oké. Egyelőre csak itt kóricál. Nem sok volt. Egy szál támadást mert megkockáztatni. Aztán a többit békén hagyta. Mondván nem sok jó jött volna ki neki. De úgy látom, tényleg érvényes, hogy nincs gyógyítása a gépnek. Ami egy érdekes opció. Oké. Ezt ki tudjuk ütni. Azt pedig megesszük egy az egybe, azt pedig ott elvágjuk. Oké, és igazából rá is állhatunk. Nem a legjobb opció, de nem is olyan vészes. 6-ot ígér. Jóval rosszabb lesz valójában, mert ugye 4-et még kiszedünk a elvágás miatt. Jó. Egyszer támadunk, egyszer gyógyulunk. Ezt... Ouch! Ezért a két védelmi lövést azt már kihagytam volna. És utána vissza, hogy ellátmányban maradjunk. Utána vissza. Hát az egy, ez nem volt szimpi, azt kihagytam volna, de így jártunk. Ernyősöket kicsit megrágjuk. Az a baj, még mindig rengeteg egység van itt. 1, 2, 3, 4... 5-6 elvileg elég, ha az egyebek is működnek. Valószínűleg működnek. De ugye azért nem lehetünk sose biztosak benne. Valószínűleg rá tudnánk állni. Na mindegy, te gyere föl. Aztán kérdés, hogy ezt itt hagyhatom-e. Ennél is értékesebb, hogy érdekel-e az, hogy itt hagyom-e vagy sem. Mert igazából innen kapok ellátmányt, elvileg. Na, úgyhogy nem zavar, hogy itt hagyjuk-e vagy sem. Felhős az ég természetesen. Hát, a kettőt azt igazán örömmel vettem volna, főleg, hogyha legalább nyomokba hozod. Nyomokba tényleg hozod. Ahogy ezt egyet sem. Hogy ez semmi volt, az jó. Az kimondottan szimpi.
Oké. Egy jakegy. Még megint le tudod szedni egy lövést. És a második körbe is. Köszönjük. Hát, az kimondottan nem volt szép. Az kimondottan nem volt szép. Hatot ígér. Hozta is. Ilyen szempontból legalább betartotta. Jó, hát akkor ezt szedd ki. Annyival legyünk beljebb. Azt azért úgy érzem érdemes megadni, ezt egy kicsit bombázzuk. Megint rosszabbat sikerült hozni, mint amit vártunk, mint amit ígért. Hát ez van. Ennek egyike se egy jó eredmény. Azt ott meg lehet egy kicsit kergetni. Értelmesen. Az kettő a tüzérségbe, az előrébb visz. Nyilván mondjuk figyelembe véve, hogy nem tudunk sosem a közelébe se lenni a valós értéknek. Annak, amit ígér, de hát ez van. Én van. Elég gyorsan elfogytunk, sajnos. Na mindegy, most már tényleg nem sok maradt. Így gyakorlatilag van ez a gyalog meg, ami egyéb, és akkor elindulhatunk a cél felé. Itt van ez a három. Itt azért egy elég komoly csapat. És némelyik. Mondjuk azért a 14-es KV 85 az egy nem túl baráti csapat. Azon azért kell mit küzdeni. Ez mit tud, mit ad nekünk? Nem vonul vissza. És ha egy HP-n van, akkor túlél. Hát, ha mint egy HP-n van, akkor túlél. Az belefér. Na, hát nem volt egy gyors menet. De azért fogytak. Ha nem is eleget. De fogytak. Jó, hát ez várható volt, de 6 helyett csak 2. Az azért mindjárt más. Mindjárt nagyon más. Gyalogok tudnak tölteni, az nem jó hír. Tigrisek küszködnek. Nagy ágyú lő. Annyira nem is volt vészes. Nem, a dupla védelembe nem akart beleállni? Az nem tetszett annyira? Na, dupla tüzérségbe? Azért 221-es ott megsorozza. Ezt hogy sikerült úgy visszavonultatni? Ja, sikerült úgy visszavonultatni, hogy én nem vagyok elvágva. Az hasznos lépés. Az egy hasznos lépés. Szokás szerint minden támadásunk alulmúlja az elvárt eredményt. Oké. Azt a kettőt elvileg ki tudjuk szedni.
És akkor az elfogunk ezt a 13-as csodát, ezt megeszi. Remek! Remek hír! Oké. Repteret elfoglaljuk. És akkor ott a hegyi gyalogokkal majd megküzdünk. Azt mondod, hogy két menetbe kiszeded. Mondjuk jó lenne valamikor fölgyógyítani, de hát na. Nyilván majd egyszer tudjuk megejteni. Hát kezdjük meg a partizánok elfogyasztását. Ott egy 19-es para. Az elég csúnya dolog. Az azért egy elég csúnya dolog. Kezdjük meg kibontani. És akkor annak küldünk egy vadász támogatandó. Nem téged, mert te tudsz itt bárhol alkotni. Azért az öt a tankba, főleg a hat lesz belőle, az igencsak fincsi. Kettő ebbe a csúnya egységbe. Oké, ezt elvágtuk. Csak ne felejtjük, hogy az enyémet is. Ne felejtjük. Valami rendes bombázó. Ja, hogy azon rajta áll. Hát akkor azzal sokra nem tudok már menni. Ja, hogy ez már lőtt, akkor az ne jöjjön. Akkor azzal nem vagyok előrébb. Ez segít egy picit. Ez ténylegesen segít. Oké. Oké, hát ez nem annyira segít. Még te se tudod kiszedni. Hát az úgy nagyon nem jó hír, de így jártam. Ez tud gyógyulni. Annyit meg tudunk tenni. Ó, második lövéssel megöljük. Az mindig egy opció. És akkor azt hiszem egyúttal fel is menti magát. Mert itt ebbe az irányba ki tud jötni az ő ellátmánya. Ami egy ilyen egészen sajátos opció. De hát, ha ez működik nekünk, akkor ez működik. Oké. Ezt kivégezzük. És utána visszacsurag. Hogy itt fedezetet adjon ennek a tüzérségi csapatnak. Jó, hát ez ide állhat, itt egy 4-1-et várhat, azt nem hiszem, hogy megerőlteti. Sőt, igazából a 10-ből mind a 10 el lesz vágva a következő körbe. Úgyhogy egyáltalán nem tud megerőltetni semmit.
Azt meg tudjuk rágni. Te pedig mész ennek a kettőnek fedezetet biztosítani. Erre ott elképzelhető további galátság. Arrafelé még vannak légierőfélék. Hát igazából te menj át ide. Annyival előrébb vagy. Valamivel elfoglalta, ami nem jó hír. Akkor azért valakit vissza kell majd küldenünk. Volt egy partizán, amivel besettenkedett erre a Kirovgrádra, ami nem jó, mert azért el tudnak elágni minket. Nem tudom, hogy ez nekem is ad-e. Nagyon remélem. Ha nem ad, akkor nagyon-nagyon-nagyon nagy bajba tudunk lenni. Akkor pillanatok alatt meghalhatunk. Ezzel tudok bármit tenni? Nem, mert nem tud mozogni már. Egyedül a légvédelmem tud. Álljon rá a reptérre. És egyelőre még lehet, hogy vannak itt repülők, úgyhogy hagyjuk légvédelmi formába. Úgy bizony. Úgy bizony, mint látható. Azért itt még vannak erők hátulról, azt majd valamivel takarítanunk kell. Mielőtt itt körbevágnak minket. Ja, a partizánok azért lassan elfogynak itt. Vagy nem. Mert olyan fene nagy támadó erőt ezek ellen nem tudunk felmutatni. Megadta magát. Hát az nem jó hír. Azt még lehet, hogy levadásza. Nem azzal. Ja, most a kékek jönnek. Jó, akkor megúszta az a egység, de nem nagyon. Messze nem úgy, ahogy szeretném. Kapott a pionír egy hősies ellenállást. Két szintben is. Ami egészen vicces. Oké. Annak érdeke, hogy valaki álljon itt. Jó, lássuk. Ne játsszuk el, hogy nem tudjuk merre van. Mert az nagyon nem lenne jó. Jó, üssük ki, egyet megér. Nem kaptam overrun-t egyébként. De mindegy, egyet megért ez így. Viszont így a tüzérségnek kell itt maradnia, mert nem tudom, hogy itt mi a helyzet. Hát neked egyszerű, neked gyógyulni kell. Neked gyógyulni kell, az tiszta sor. Elősz oda egy légvédelmet. Van egy dupla bombázónk. Az beszélje meg ezzel a nem létezést.
Hát nem sikerült a dolog igazából. Ennél jobbat vártam. Oké. Ezt azért ötre meglőhetjük. Hat lett belőle, még jobb. Még jobb. Itt azért már kellene valami, ami segít. Jó, az a 11-re megeszi ezt a bombázandót. Te ígérsz ott nekem egyet? Igen. Akkor felderítéssel együtt nézzük meg, hogy mi a helyzet. Oké. Lassan tényleg elfogynak itt a szovjet erők, csak az idő felénél vagyok, és hát kezdek kifogyni az a távból és az időből. Jó lenne, ha meghalna. Oké, jó lenne, ha meghalna, és a közelében sem hozott ehhez. Jó, ezt mondjuk meg tudjuk enni vele. Oké, ez mennyire halálos ránézve, eléggé. Eléggé, így már nem annyira vészes, ez biztosan nem fog bohóckodni. Jó. Elvileg ide rakjuk, ha átmegyünk. Nem sikerült eltalálni. Nem sikerült eltalálni, hogy őszinte legyek. Ami azért nem jó, mert most túlélte, mondjuk partizán, úgyhogy ilyen szempontból nem érdekes. Csak nem is jó. Egyik se tud semmit tenni, van még egy vadászunk. Az nem sok. De mondjuk ezt legalább meg tudjuk egy kicsit rágni. És akkor maradt ez a kávé, mint probléma. Következő körbe leütjük, és akkor ezt a zónát itt végre felszabadíthatjuk lassan. És ha megvan ez a terület, akkor azért utána itt végig tudunk csurogni majd. Legalábbis ez a remény. De majd kiderül. Na, akkor te tudsz gyógyulni, ha egyszer nem mozogsz és nem lősz. Innen folytatjuk, mára ennyi.